Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Na hát, csemetékkel rendelkezők pontosan tudják, hogy mekkora stresszt okoz ilyenkor már az, hogy mi fog történni, amikor vége van az iskolának és elindul a szünidő, jön a táborok ideje, illetve hogy jön-e, ez itt egy nagy kérdés, mert hogy azért eléggé átalakította a nyári táborozást is a pandémia és az egész szituáció. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Kitka András, a Funside táborok alapítója. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt, sziasztok! Nézzük meg először azt, hogy hogyan változott ez az egész táborozás a járvány, korlátozások, kijárási tilalom alatt, illetve hogy az idén mire számíthatunk? Igen, reméljük, hogy egy picit tudjuk talán csökkenteni ezt a stresszt a szülőknek ma reggel. Ugye az elmúlt egy év az senkinek se volt könnyű, nyilvánvalóan, tehát hogy voltak, akik jobban, akik meg akik nehezebben tudtak megbarátkozni, vagy meg egyáltalán ugye a home office és ugye a családi dolgok összeegyeztetésével. Éppen ezért is ugye már nagyon-nagyon várja mindenki a nyarat, azt gondolom. Ugye a tavalyi évben is már ez nem volt egy szokványos nyár, ugye mindig nehéz az, hogy ugyan választjuk ki a megfelelő tábort, és ugye erre jöttek rá még a különböző pandémiás dolgok, ami egy sor megelőző intézkedést és egyéb dolgot jelentett már tavaly nyáron. Idén egy picit talán jobb helyzetben vagyunk ezzel kapcsolatban, hiszen ugye a tavalyi tapasztalatokra már tudunk építeni, tehát azt látjuk, ez nem csak saját tapasztalat, hanem ugye ezt jó pár tábor körében már sikerült felmérni, hogy alapvetően sikerült kívül tartani a vírust ugye a legtöbb táboron, tehát nagyon kevés olyan eset volt tavaly is, ami igazából megzavarta volna általában a táborozást, úgyhogy innen is elég bizakodóan tudunk ebbe belemenni. Viszont egy nagyon nagy változás az, hogy az egész szezon úgymond későbbre tolódott, tehát amíg ugye a szülők azzal voltak érthető módon elfoglalva, hogy egyáltalán merjük el gyermekünket iskolába küldeni, elindul újra maga a jelenléti oktatás, addig nem azon gondolkozunk, hogy mi lesz majd mondjuk két hónap múlva, meg hogyan fogunk nyaralni, úgyhogy ez a figyelem csak most kezd igazából a nyára fordulni, úgyhogy egy kicsit később indul minden. Igen, hát nektek van tapasztalatotok, ugye, mert a nyári táboraitokban több helyszín, azt hiszem, ugye három helyszín volt, ugye, és akkor ehhez csatlakozott most egy új helyszín? Így van, pontosan most már ez a 15. nyarunk így táborozásban állunk a Funside-nál, és most már idén négy helyszínen is vagyunk, úgyhogy sok mindent látunk és tapasztalunk, ami azért is jó, mert azért tudok beszélni egy kicsit akár napközi, akár ott alvos táborokkal. Igen, ugye ez nem ugyanaz a kettő. Nem ugyanaz a kettő, és hogyha mondjuk így a pandémiás kérdéseknél maradunk, nyilván azért felmerül sok különböző szempont, akár ott alvosnál, akár napközisnél, mondjuk egy nagy ott alvos tábornál azért az is fontos, hogy nálunk is mondjuk több fős egészségügyi személyzet van, amit ugye tavaly bővítettünk föl, nyilvánvalóan pont ugye a koronavírus miatt, és ugye ez is nagyon jól vizsgázott, tehát mindazt a biztonság érzetet megadta, mindazt pedig azt a tényleges könnyedséget, hogy a táborszervezői oldalról, hogy folyamatosan ott vannak olyanok, akik tudnak kifejezetten azzal foglalkozni, hogy egyrészt tartsuk kint mindenféle fertőző betegséget, másrészt legyen folyamatosan jelenlét és ellenőrzés annak, hogy hogyan mennek ezek a dolgok. Ugye egy napközis tábornál egy kicsit más a helyzet, mert ugye ott minden nap hazamennek és újra eljönnek a gyerekek, tehát ott például ugye napi szinten végeztünk tavaly nyáron is testhőmérsékletmérést például ugye az érkezéskor, és azt gondolom, hogy ez idén is így lesz. Uh-huh. Oké, ugye azt sokan panaszkodtak legalábbis az én baráti körömben arról, hogy hát nem nagyon vannak meg az időpontok, később van jelentkezés, nem eleve nehéz tervezni a nyarat, ugye, mert napról napra jön egymásnak ellentmondó információ azzal kapcsolatban, hogy például hova lehet utazni, meg mi kell hozzá, de ennek ellenére ugye úgy aztán tényleg lehetetlen, hogy a táboroknak az időpontját nem tudjuk. Ezt azért egy kicsit árnyalnám, szerintem nagyon sok tábor esetében azért lehet már tudni egy jó ideje az időpontokat, de tény, hogy később indult idén is minden. Ugye múlt héten csütörtökön ugye a kormányinfón jelentették be azt, hogy hivatalosan is lehet idén táborokat szervezni. Tehát ez volt egy ilyen utolsó még bizonytalansági faktor, ami úgymond lógott a levegőben. Most már ezt is tudjuk, hogy hivatalos akadálya sincsen alapvetően a táboroknak idén, és azóta érezzük is azt a szülői oldalról, hogy elindult egy ilyen fajta pesgés, tehát akik eddig kivártak és szerették volna látni, hogy pontosan mi fog történni. Most ez határozottan elindult, és azt gondolom, hogy a következő hetekben érdemes is lesz mindenképpen tábort választani emiatt. Ugyanakkor
ugye az utazás, ahogy te mondtad, ugye az utazásoknál is ugye elég sok viszont a bizonytalanság, ezért azt gondolom, hogy idén is sokan fognak belföldi utazásokat választani, vagy belföldön próbálják megoldani ugye a gyerekeknek a helyezését is, vagy pedig valamilyen jó nyaralást és táborozási lehetőséget találni a gyerekeknek. Ugye ez is ebből a szempontból azért egy komoly tényező. Nálunk például az ottalgos táboroknak már igazából március vége óta tele vannak gyakorlatilag, tehát ott nem volt annyira visszatartó erő az, hogy a bejelentés csak most érkezett meg. Mi a helyzet az árak alakulásával, mert én pedig azzal szembesültem, hogy néhány tábor alaposan megdrágult tavalyhoz képest. Itt is próbálják a szervezők a veszteségeket pótolni? Itt több hatás van egyszerre. Egyfelől azt látjuk, hogy úgy általánosságban a táborpiacon, ugye a táborok döntő része nem vagy csak kisebb mértékben emelte az árait. Mi is egyébként a napközis táboroknál egyáltalán nem, hiszen egyfelől van egy, nyilván ugye tavaly is egy kicsit már érezhetőek voltak a gazdasági hatásai is a pandémiának. Mi azt láttuk egyébként, hogy a legalacsonyabb árkategóriai táboroknál volt leginkább érezhető, tehát pontosan azért, mert egészen egyszerűen azok, akik elsősorban ezt egy szükségletként találják meg, tehát hogy muszáj a gyermekeket elhelyezni, ők nem még olcsóbb táborokra váltottak tavaly, hanem sokan egyszerűen megpróbálták máshogy megoldani, megpróbáltak valami alternatív lehetőséget találni nagyszülők otthon home office-ba. Na most ők is elkezdenek most azért visszatérni, hiszen ugye mindenkinek nagyon sok közösségi élmény kimaradt az elmúlt egy évben, a tavaly nyár is kimaradt esetleg, ők most nagyon keresnek szintén már táborokat, viszont egyedi esetek mindig vannak, nálunk is például volt olyan, amit az ottalvos helyszínnél kellett emelni, de ez mondjuk egy helyi specifikumok adják, mert például ugye nyilván a Balatonon is volt egyfajta drágulás, tehát ez egyfajta másik faktor, amit a táborszervezőknek figyelembe kell venni, hogy igen, ugye az inflációs adatok is mutatják most már, hogy az van egy költség oldalon egyfajta emelkedés, de azért a legtöbb esetben mindenki arra törekszik, hogy ezt ne kelljen áthárítani idén a szülőkre, és próbáljunk ebben is segíteni, amennyire lehet. Mik a trendek egyébként? Melyik tábor a legnépszerűbb, vagy milyen típusú táborok a legnépszerűbbek most? Ugye letaszíthatatlan a trónról az idegen nyelvi táborok, viszont a pandémia alatt azért mégis van egy újfajta jelenség. Ugye idén nyáron is nagyon sokan keresnek kifejezetten ilyen mozgásos sportokra épülő foglalkozásokat, ami szintén érthető, hogy az ember olyan sokat volt otthon, akkor már szeretne kimozdulni a szabadba. És ugye ez találkozik így a hosszabb távú trendekkel is, tehát mi azt látjuk például ugye közel 30 féle foglalkozásból, hogy mondjuk a vízisportok, ugye az elmúlt 10 évben, hogyha így felrajzolnánk, akkor egy ilyen folyamatosan emelkedő trendet mutatnak, és ez találkozott most ezzel a fajta szabadidőben való igényel, úgyhogy idén még jobban megugrottak például ugye a szörf, ugye a szap az még egy aránylag új dolog, ugye a mindenféle elvezéssel kapcsolatos dolgok, tehát ezeket úgy látjuk, hogy nagyon népszerűek idén. És a lovas, és a nyelvi, azok voltak. A nyelvi az megvan, azt mondta az András. Igen, azt említettem, az igazából ilyen 15 éves összehasonlításban is mindig ott van a top 2-3-ban. Az idegen nyelvek közül az angol elsősorban. Oké, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek a nyári táboroztatásban is. Köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm, szép nyarat nektek is. Kitka Andrással beszélgettünk a Funside táborok alapítójával, arról, hogy változott az egész táborozás, táboroztatás a járvány alatt, meg hogy mire számíthatunk idén.